Üdvözlet mindenkinek, 2023, 4. hó 22-e van itt az infobabble.hu weboldalon. Ezúttal egy érdekes videót szeretnék megmutatni, amerikai boszorkányokról van szó, és tudom, hogy elsőre ez nevetségesen hangzik, de mégis azt kérem mindenkit, hogy tartson ki, mert ha minden jól megy, akkor sikerül majd az egészet összefűzni a 2012-es Londoni Olimpia nyitói záró ünnepségének néhány képsorával. Erről lesz tehát szó itt az infobubble.hu weboldalon a különös dolgokban. Mielőtt ennek nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A videó, amit le fogok játszani, az a CBS amerikai TV csatornán jelent meg, és igen rövid mindössze két és fél perc, kezdjük is el. Maga a köszöntés érdekes, ugye arról azt mondták, hogy mindenki köszönti a keleti őrtoronynak az őreit. Nem ismerem a mágiát, vagy ezt a varázslat dolgot, meg a szabadkőműves mozgalmat sem, de igen sokszor előkerül ez a keleti irány, mint számukra valami fontos rituális elem azért, mert a nap keleten kefe. Haladjunk tovább. Ugye ő volt a, az előző hölgy, akit láthatunk, ő volt a fő papnője ennek a mozgalomnak, és azt mondták, hogy legyenek áldottak az elődeink, vagy az őseink. Jaj, még felhívnám a figyelmet arra a kis szoborra, mit van mögött erre a szarvas férfira. A szarv az reprezentálja az ellenséget lényegében, ugyanis visszautal az az el kecskére, amit szabadon bocsájtanak a bűnbakra. Mózes 3-as könyve 16-os fejezetből. Teljesen mindegy, hogy az szarvas vagy akármi Elsősorban erre utal, de persze végtelen jelentése lehet ennek a szimbólumnak, hogyha valakit érdekel nézen utána, hogy a szarvasagancs kifejezetten mire, mire utal, minek a szimbóluma. Which is incredibly relevant in today's society. Azt mondja ő ugye egy főpap, hogy boszorkánynak lenni az nagyon is releváns a mai társadalomban, és a nevük az az örök körnek a temploma, vagy egyháza, és Amerikában ez az egyetlen hivatalosan elismert Vika Egyház. Hand -hand. We kind of work a magic together. Nestled in the heart of the Hudson Valley is the Church of the Eternal Circle. Ugye a Hudson öbölben, bocsánat, a Hudson völgyben található ez az egyház, és a hölgy arról beszélt, hogy közösen dolgoznak a mágián, tehát közösen állítják elő ezt, hogy hívják ezeket az erőket. The New Ugye New Yorkban ez az egyetlen hivatalosan elismert vika egyház. Érdekesnek találom a szavakat, amiket használnak. Most az előbb már felhívtam a figyelmet erre a keleti irányra, valamint az örök körnek, az egyháza. Most pedig azt mondta, hogy a bölcseknek a tudományát követjük úgy, mint hogy craft. A craft az olyasmi, mint egy kézművesség. A szabadkőművesek is így hívják azt a foglalkozást, amit űznek, vagy inkább azt az irányzatot, amit képviselnek, hogy craft, mint kézművesek. Ha már a szabadkőműveseknél tartunk, ez egy másfajta mágia ugyan, amiről itt szó van, de néhány érdekességre rábukkantam én itt is, ez ugye Southern California Research Lodge, ami dél-kaliforniai kutató páholy, valami ilyesmit jelenthet. 2019-es ez a poszter. Most a, a szimbolika az ugye itt sok mindent nem jelent majd újdonságot, hisz a szabadkőművesség tele van a szimbólumokkal. Ez azonban a mágia és a szabadkőművesség. Ki kell látható a kérdés, amit feltesznek, és ez úgy szól, hogy ez a két ősi tudomány vagy mesterség vajon valamilyen módon kapcsolódik-e? Aztán a cikkben azt olvashatjuk, hogy a szabadkőművesség és a ceremoniális mágia általában egymást kölcsönösen kizáró rendszereknek tűnnek, azonban ez egyáltalán nem így van. Sőt, mindazonáltal kimutatható, hogy a két látszólag eltérő hagyomány között végbement, ment, Hosszantartó keresztezési folyamat mindkettőt visszafordíthatatlanul megváltoztatta. Továbbá, hogy az egyik tulajdonságainak kivonása a másikból az egyik rendszert formálisan felismerhetetlenné, a másikat pedig lényegében vérszegényé tenné. Hogyha a mágiából kivonnánk mindazt, amit a szabadköművességből átvett, akkor az egész elvesztené ezt a rendszeres kontextusát vagy összefüggését. És csak egy ilyen lazán kapcsolódó amorf összevisszasága lenne primitív rítusoknak. Ami azonban érdekesebb a szabadkőművességről azt írja, hogy mindössze magasba tornyosuló, puszta szerkezeti áványzatokká redukálódna az egész. Tehát ha kivonnák a mágiát a szabadkőművességből, akkor nem maradna semmi, csak maga az, ami a mesterség építkezés lényegében. Egyfajta úri társadalom, amely nélkülözzi a teurgikus közbenjárást. Ez a teurgikus, ez azt jelenti majd, hogy nem csak ilyen isteni közbenjárás, ahogyan az ember kapcsolatot tud létesíteni az istenivel. Nélkülözni ezt a fajta közbenjárást, nélkülözni a beavatás, misztikus és átalakító rítusait, valamint a testvériség megidéző rituális drámáit, amelyek mind átitatottak az ókori misztérium hagyományokkal. Ez pedig egy idézet volt Jaime Paul Lamb könyvéből Myth, Magic and Masonry. A hivatalos honl honlapján ennek a Southern California Research Lodge-nak szintén olvashatunk a mágiáról és annak a szabadkőművességgel való kapcsolatáról. Mindenféle érdekes dolgokat lehet itt látni, mint például azt, hogy létezik egyfajta invisible lodge, vagy láthatatlan páholy. Ez azoknak a páholya, vagy csoportja, akik mágiával foglalkoznak. Mágia úgy, mint hogy varázslás ez a Harry Houdini, meg ilyesmi dolgok. Ha már egyébként Harry Houdini-nál tartunk, akkor kiderül az is, hogy Harry Houdini a híres szabaduló művész ugyan 1926-ban meghalt, de ő is szabadkőműves volt. Ha már híres szabadkőműveseknél tartunk, ez Wikipédia ugyan, de utána nézhet, aki szeretne, Mozart szintén szabadkőműves volt. Nem csak hogy szabadkőműves volt, hanem 1785-ben mester szabadkőművessé vált. Mozartról azt olvashatjuk, hogy ő egyébként egy racionalistább vonulatot képviselt, egy felvilágosulás, inspirált a csoportosuláshoz tartozott ellentétben azokkal, akiket a miszticizmus, illetve az okult vonzott. Hogy mi az igazság ebből az egészből, nem tudom, de ezt a racionalista frakciót Catherine Thomson úgy hívta, hogy az Illuminati. Egy szabad által létrehozott csoport, vagy legalábbis inspirált csoport, amelyet Aváriában alapított Adam Weishaupt, aki szintén Mozart barátja volt. Na de térjünk ide vissza ez a Vika egyházhoz, mert szerintem ez az, amiről szó volt, csak egy kicsit elkalandoztam elnézést, de ezeket meg akartam mutatni. Végtelen érdekes dologra bukkan az ember az interneten, hogyha kutat, meg ellátogat ide-oda. Lehet, hogy most mindenki jobban érti, hogy miért alkalmazzák ezt az alacsonyabb fokozatú mágiát oly sokszor, például a nyitó ünnepségeken, filmekben, zenében, vagy akár a hírekben where for the very first time members invited CBS2 to attend their services. Ugye megengedték ennek a CBS2-nek, hogy egy ilyen gyűlésükön vagy találkozójukon részt vegyenek. My thoughts can heal. Lisa Stewart and her husband Anton are the founders of the church. Ugye ez a páros alapította ezt az egyházat, és azt énekelte, vagy inkább mondta ez a hölgy, hogy a gondolataim képesek gyógyításra. Nagyjából egymillió ember van Amerikában, aki hát boszorkány ez, de én szerintem ennek van egy ilyen nevetséges hangja mostanság, vagy mára. Én másképp gondolnék erre valami olyasmi, aki gyakorolja, a mágiát, kutatja azt, és egyébként tudásról beszélnek ők legtöbbször, meg ugye bölcsességről, ennek az egymilliónak a 20%-a egyébként New Yorkban van. With 20% of that population to be in New York. We, we have people who are professionals of all kinds. Including a librarian, a computer scientist, a nurse and a homemaker. Mindenféle emberek, foglalkozású emberek csatlakoznak hozzájuk. Van például számítógépes szakember, könyvtáros, nővér, vagy pedig háztartásbeli szülő is. Very normal people are part of this religion. In addition to practicing witchcraft, Dr. Davis Sprague, a former Methodist, is a practitioner of internal medicine. Joe... Az első gyógyászat az, amit gyakorol ez az ember, ez a doktor, akárki, aki az előbb nyilatkozott néhány másodpercre, és egyébként keresztény volt, metodista, és onnan keveredett ide. Lodati, ...a sculptor converted from Catholicism. I'll keep an open mind. Unlike its pop... Ő pedig katolikus volt, és onnan állt át ide, a Vika egyházra. ...pop culture portrayal, members say witchcraft is actually grounded in love and spirituality szeretet és spiritualitás az alapja ennek a vallásnak, ők ugye ezt vallásnak hívják. Én, de egyáltalán nem az, szóval én már túl vagyok azon, hogy csak próbáljam ezeket az embereket nevetségesé tenni, én nem is gondolom, hogy ez nevetséges. Igen, ez ahogy most ők ezt itt próbálják nekünk bemutatni, ez úgy hiszem, hogy szándékosan ezeket a primitíveket mutatják, mert így azt a látszatot lehet kelteni, hogy ezek ilyen őrültek, és csak nagyjából egy ilyen felnőtteknek szóló farsang az, amiről szó A valóságban azonban ennek én úgy hiszem, hogy sokkal nagyobb hatalma van, mint ahogy azt mi gondolnánk. The Arra való ez az egész szoba, hogy kitisztítsa a körödet és az energiádat megtisztítsa. Flying, This is a somber celebration marking the start of winter. In the Wiccan Church, Samhain is known as the Night of Souls. Tél kezdetének az ünnepe az, és ez a halottak napja kell, hogy legyen, mint ez a szónról beszélt volna, és az azt jelenti, azt hiszem, hogy a keltáó, vagy nem tudom, hogy de, talán ez október vége, november eleje. When witches honor their ancestors, and... És ez a lelkeknek az ünnepe, amikor a boszorkányok ünneplik az ő elődeiket vagy őseiket. Érdekes módon, pont ez a halottak napja az, ami, amit itt is ünnepelnek már, meg Halloween, minden szentek. Ez egy pogány tradíció demonstrálja azt, amiről már beszéltem ezerszer hogy a kereszténység az lényegében csak ötvözi magában ezeket a pogány tradíciókat, ugyanis így lehetett minél több embert bevonni. Hisz mint például ezek, akik ünneplik ezt a halottak napját gyakorlatilag, ezek így könnyebben tudnak azonosulni a keresztény ideológiával, hisz ott is van egy ünnep, csak minden szentnek hívják. Minden szentek ünnepe az inkább vagy halottak napja. És ráadásul mi is azt ünnepeljük, a halott őseinknek a lelkét próbáljuk meg ünnepelni gyertyákkal, mint ahogy a boszorkányok. Hihetetlen. És a mágia az azt jelenti, a hit abban, hogy bármit meg tudsz jeleníteni, hogyha szeretnél. Ugyan ezért is próbáltam összekötni már az elején ezzel a londoni játékoknak a bemutatójával, illetve a záró ünnepével, mivel megmutatják azt, amit szeretnének, hogy történjen, vagy amit terveznek, hogy történjen. Magyarán ugyanazt csinálják, amiben ők hisznek, hogy a gondolataiddal képes vagy a jövőt manifestálni, vagy elősegíteni. Hogy miért ezek a, a rajzok vannak a falon mégis, hogyha ez olyan szeretetteljes, mint ez az ördög itt hátul, vagy ez a piros egyszarvú, az már ugye kérdéses. It's kind of like, um, a prayer. There's no Olyan ez, mint egy imádság. Tehát spiritualitásról lévén szó, valamilyen spirituális lényeket ők megszólítanak, még akkor is, hogyha tudatlanok. Ezért is mondta az Atya, hogy ezektől fordulj el, ezektől a dolgoktól, mert nem tudod, hogy mi az, amivel kapcsolatba kerülsz. Nem attól félt, hogy őt majd letaszítják a trónjáról attól félt, ami történik, hogy az emberek jó hiszeműen belemennek, és aztán ennek a spirituális erőnek a hatása alá kerülnek. Ezért mágia ez, mint ahogy nézem a londoni olimpia nyitó ünnepségét, és annak a hatása alá kerülök akarva, akaratlanul. Nem én döntöm el azt, hogy minek a hatása alá kerülök. Ugye a teremtés Isten nőjének az imádata ez, és nem az ördögé. Most nem tudom, hogy ki ez a teremtésnek a, az istennője, de én még nem találkoztam a Bibliában legalábbis ilyennel. És ez pedig ugye a szarvas istenem mindenféle vad dolognak, a kezével pedig ezt a jól ismert ez above, so below, vagy amint fent, úgy lent, a fenti világ és a lenti világ egységét Ábrázolja még akkor is, hogyha ilyen kisé félreérthető módon. And free. Ugye mindennek, ami vad, és ami, ami szabad, ez az egész egy szabadságot reprezentál. Szeretet az ő saját módjukon, szabadság, szeretet, vadság, a teremtés istennője. Ez egyfajta elszakadás a teremtőtől és egy új irányvonal, amit gyakorol, egyébként sok százmillió ember a világon csak nem így hívja, hanem mit tudom én, én spirituális vagyok, én hiszek az univerzumban, vagy éppen a holografikus akármiben, vagy a szimulációban, de ez a szabadság, ez a szeretet, a vadság, a termékenység, ez az, amit az emberek többsége cselekedeteivel, meg az életével ünnepel. When I tell people that I am a witch, I'm met sometimes with abject horror. But this is based on old myths. These modern day witches now want to dispel. It really is a beautiful way of life. Ez egy életforma, és szeretnék most már ezt a régi, hagyományos gondolkodásmódot erről az egész vika, mágiáról, boszorkányságról eloszlatni, és demonstrálni, hogy ez egy életstílus amit igenis lehet követni. Ez az utolsó időkben megmondta az atya már 2000 évvel ezelőtt, hogy újra reneszánszokat fogják élni ezek a fajta fogány tradíciók. Hozd elő, vagy mutasd meg az elemi erődet. Ez, 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 egy ima, mikor ennyi ember összegyűlik, és akar valamit, még akkor is, ha megtéveszti őket egy spirituális erő, annak igenis van ereje meg jelentősége. Osiris. Osiris. És az, hogy hozd elő a te elemi erődet, Osiris, akihez ők imádkoznak. Most ezek után, hogyha megnézzük azt, hogy Black Magic Movies, hogyha beírja valaki a Google-be, akkor rábukkan erre a kép sorozatra, persze a képeket kell beállítani, és vége hossza nincs ezeknek a filmeknek ami a fekete mágiáról szól vagy valamilyen módon mágiáról, még a Jurassic Park is ott van, vagy a Thor ezek a különböző istenségek Joker, Batman rengeteg ilyen filmet gyártanak, amikben ez a téma előjön, ezek általában persze horror filmek vagy valamiféle rettenetes dolgok, amiket mutogatnak Viszont, hogyha még egyszer átgondoljuk, hogy mi az, amiről beszéltek, ha az akaratunkkal, az imánkkal elő tudjuk hozni ezeket a spirituális erőket, akkor az azt jelenti, hogy egy ilyen filmet, ha néz az ember, azt meg lehet úgy szerkeszteni, lehet úgy a szavakat manipulálni abban, hogy az ember, aki nézi, arra legyen egyfajta hatással. Majd aztán, mikor az ember hazamegy, az a spirituális erő, az tart vele a moziból, vagy a tévéből. Úgyhogy én mindenkit óva intenék, és nem azt akarom mondani, hogy most akkor ilyen vagy olyan szörnyek mennek haza vele, vagy akármi. Ezek spirituális lények úgy jelennek meg, ahogyan az ember elképzeli. Teljes tisztában vannak azzal, hogy mi az, amitől az ember fél, még ha a legbelső félelmei, mi az, amivel manipulálni lehet, és úgy jelennek meg. Én láttam már régebben is ilyen sátánista, mesélte a dolgaira, és azt mondta, hogy úgy jelennek meg ezek az erők, ahogyan tisztában vannak azzal, hogy mi az, amitől az ember fél, és abban a formában jelennek meg neki, hogy a legdurvább hatást el tudják, elő tudják idézni, vagy el tudják érni. És megkockáztatom, hogy nem is kell, hogy az ember hogy azt válaszál, amitől pél az ember. Lehetséges akármi más, amivel meg lehet kísérteni, amivel ki lehet billenteni a helyes útról. Most, ha már itt tartunk, találtam még egy videót, amit egyszerűen csak nem tudok kihagyni, ami azt jelenti viszont, hogy az olimpiai megnyitóra vissza fogunk térni a következő részben, illetve egy másik videóban, sajnálom, de ez, ez nagyon érdekes lesz. Ez egy szabadkőműves Christopher Earnshaw a színim páholyból, nem tudom mit jelentenek ezek a dolgok, de ez a GLM 2018. április 8-ai ez a videó, ez is nagyon rövid, mindössze 3 perc, 3.47, de figyelj mindenki, hogy mi az, amiről beszél, van felirat is hozzá. The ritual has a couple of magical references, if you know what you're looking for. The deacon's rods and the circumambulation. Szóval vannak mágikus elemei ennek a rituálénak. Az egyik ezen mágikus elemek közül a sáfárnak a botja, a másik pedig rituális elem, ez a körkörös mozgás, amit végeznek a szabad kőművesek. És mind a kettőnek van egy spirituális jelentősége nyilván, az a bot, a sáfárnak a botja azonban a Bibliából származik, mindjárt elmondja azt is, hogy honnan. This is a steward's rod with the cornucopia. Cornucopia. Freemasons in the 18th century had a deep knowledge of the Bible. A 18. században a szabadkőműveseknek volt nagyon mély tudása a Bibliáról, és ez a bot, ez Áronnak a botját reprezentálja. Ezt ők ugyanis Hogyha a kontextusból kivesszük, akkor valóban olyan, mint egy varázserői bot lenne, és ez Mózes négyes könyvéből egy vers az, amivel indítja ezt a rituálét. Szóval kötelező volt templomba járniuk a szabadkőműveseknek akkor, de iskolában is tanultak a Bibliáról, és nagyon is jól ismerték az írásokat. In the first degree, the ritual includes a quotation from the Book of Numbers. The prayer talks, talks of the oil that ran down Aaron's beard, showing that he was the first anointed priest among the tribes of Israel. Áron volt az első főpapja az izraelitáknak, ami valóban így is van. Ez egyébként egy jól ismert szakasz, ami nagyszerűen példázza azt is, hogy a szabadkömővesség, illetve nagyon sok tudatlan. Hogyan ragadja ki a szövegkörnyezetből azt, ami elhangzik a Bibliában, és aztán értelmezi azt félre. Ugye ebben a történetben Izrael fiainak venni kellett egy-egy vesszőt, az atyáik háza szerint, ami ugye 12 törzs, és az egyikre ráírták Áron nevét, azt az a lévi törzséhez tartozó, mindenki ráírta a saját törzsének a saját nevét, és aztán bevitték azokat a gyülekezet sátorába, és másnapra, kihajtott az egyik, virágzott, virágot növesztett és mandulát is érlelt Áronnak a veszélye, és így választották ki őt, mint főpapot és az ő nemzetségét. Ugye azt akarta az atya, hogy ne legyen vita azzal kapcsolatban, hogy ki is az, aki vezeti a spirituális életet. Szkóri csoportjának lázadása után volt egyébként, akik megkérdőjelezték, mint Mózes, mint pedig Áronnak a vezetői képességeit, meg a jogait. Na ezt értelmezik ők úgy a szabadkőművesek, hogy Áron volt az első varázsló lényegében, akit Isten kiválasztott. And his family, the house of Aaron, was afterwards represented the priesthood in general. He was given this important post after a test, where his priestly rod was left in the tabernacle overnight, and in the morning it was found not only to have blossomed, Mózes második könyvében aztán szintén olvashatunk érdekes dolgokat Mózesről és Áronról. Ezt valószínűleg mindenki ismeri ezeket, ez a kivonulás története, illetve a különböző egyiptomi csapások. Amikor is szintén szerepel ez a pálca, és az az érdekesség, hogy ugye áron varázsló is volt, korábban is varázsló, varázsolt, és ezúttal is ő volt az, aki előhívta ezeket a csapásokat, és szembeszállt az egyiptomi bölcsekkel és varázslókkal olyan módon, hogy kígyóvá változtatta a botját. De egyébként voltak más ilyen csodák is, amiket művelt, például ő volt az, aki megállította a pestist, de volt, amikor ő hívott pestist elő a törzsek között. Szóval úgy gondolják ők, hogy ez a bot, ez Áronnak a botját reprezentálja, azért, mert Áron egy varázsló volt, hiszen volt ilyen speciális hatalma a Bibliában. Maybe representative of those rods that Moses and Aaron held. Circumambulation is the act of moving around a sacred object, such as Muslims walking around the Kaaba in Mecca. ez a körkörös mozgás pedig egy szent tárgy körül történik, ez a másik rituális elem, mint például, amit a muszlimok csinálnak a kába körül, vagy ahogyan Jerikót körbejárták az izraeliták. Mecca, or the Hebrews walking around Jericho, and also Freemasons és a, a Szent törvény könyve körül köröznek a szabadkőművesek, ezt a rituálét ők is átvették. Annyi különbséggel, mint ahogyan azt elmondja, hogy ők azt az irányt követik, ami az óramutató járásával megegyezik. Tehát ahogyan ők mozognak, legalábbis a szabadkőművesek, ahogy ők köröznek, az ellentétes azzal, ahogy sok más gyakorlat, mivel a nap ilyen irányban mozog a páholy fölött. Azért, mert a szabadkőművesség is, mint oly sok más spirituális gyakorlat, a nap, a hold, a csillagoknak az imádatáról szól. Nem úgy értem én ezt, hogy ők azt imádják, hogy ó, éljen a nap, meg drága nap. hanem ők tisztában vannak azzal, hogy ezeknek van spirituális ereje ezeknek az égi testeknek, ezek nem pusztán bolygók, meg mit tudom én minek hívja a, a világ ezeket, hanem ezek rendelkeznek egyfajta spirituális erővel. Sőt, ha már itt tartunk, ez egy Zsoltárok idézett 23. Zsoltár 4-es vers, amit mindenki ismer szerintem, hogy igen, bár a halál árnyékának völgyében járok, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te botod és a te pálcád az, ami megnyugtat engem. Ha valaki szeretné megnézni ezeket, Mózes 4. könyve 17 10 ig második könyv 8 5, 12 7, 9, 12 32, 26, 28 és Zsoltár 23.4, ezek mind ezzel a pálcával kapcsolatosak, amit, mint, ahogy már mondtam, korábban ők úgy vesznek, mint egyfajta varázspálca idézőjelben. Biztos vagyok benne, hogy ha megvizsgálnánk a szabadkőműves rituálékat, akkor rengeteg ilyen utalásra bukkannánk. A szabadkőművesség, akárcsak a kereszténység egyébként, egyfajta pogány rituáléknak a gyűjteménye, amiket az emberiség az évek során összegyűjtött, és igyekezett ezek által megközelíteni az általa Istennek vélt spirituális hatalmasságot ahogyan haladnak a szabadkőművesek egyre följebb a ranglétrán, nyilván tisztában lesznek egyre jobban azzal, hogy miről is szól az a vallás idézőjelbe, amit ők képviselnek. Amit a vika boszorkányok csinálnak, azt ők csinálják csak egy más formában. De a vezetője mindezen gyakorlatoknak az ellenség, a bukott angyalok, a démonok és az ő seregei. Ezek azok, akik félrevezetik az emberek túlnyomó többségét. Kit így, kit úgy. Szóval ne hagyja magát senki megtéveszteni, különösen ne az által, amit néz. Nincsen ártalmatlan szórakozás, nincsen egy ártatlan film, zene, cikk, semmi. Minden az ember elméjében előidéz valamiféle változás, úgyhogy vigyázzon mindenki az elméjére, mert úgy tűnik, hogy rengeteg oldalról pályáznak rá. Köszönöm a figyelmet! Ez volt a különös dolgok 2023. április 22-én az Infobubble.hu weboldalon. Remélem hasznosak találtátok ezt a videót. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül. Ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.